No, szép estét Magyarország! Így kezdtem most már ötödször a történetet, és Csaba bevarázsolta a Junickivel egy vagy 2 évvel ezelőtti képet, de lehet, hogy 2 évvel ezelőtti képet. Köszönöm szépen! Ez úgy szokott lenni, hogy az elején, ami nem sikerül, az a végére jó lesz, és ez értendő erre a webkonfira. No! Ez ennek az évnek az utolsó webinárja, egy évértékelő webinárra kérték fel az összes régió kurátort, és én azt gondoltam, hogy nézzük át ezt a pár évet, amit együtt fejlődtünk, együtt fejlődött a Skyway-nek a fizikai része, az üzleti része, és köszönöm, most újra megvan, igen. Jobbra Anatoly Junicki, és balra vagyok én. Igen, ott nem volt rajtam nyakkendő. No. Tehát köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Föl fogjuk venni videóra. Itt volt, aki egy, bocsánat, egy kis... Jó. Oké, most már ezt én is tudom működtetni. 2015-ben Anatoly Julicki, aki már 30-40 éve foglalkozott ezzel a projekttel, papíron, laborba és mérnökök által tesztelték ezt a projektet, illetve tudjuk, hogy ez miből fejlődött ki. 2015-ben kapott egy területet, 35 hektárt, Mária Gorkán, amint a képen látható egy tank, mi is volt ez? Tank, így gyakorlatoztak a tankkal, és elkezdődött ennek a területnek a fejlesztése. Hát gondolom, amikor meglátták a területet a kollégák, vagy akik közvetlen Junicki úr mellett voltak, a fejükhöz kaptak, hogy mi lesz itt, mert mi 2016 áprilisában voltunk kinn, 8-an a magyarok közül, akik akkor csatlakoztak a Skyway finanszírozásához, illetve szervezéséhez, 8-an voltunk ott. Hatan mentünk autóval, és ketten mentek repülővel. És mikor kimentünk, akkor egy hasonló kép fogadott bennünket, akkor már a fákat letarolták, na itt látható a madártávlatból ez a terület. Ez éppen egy száraz időben volt, mert mikor mi áprilisban kint voltunk, akkor ezekbe az árkokba derékig érő olajos víz, az egész terület egy kicsit lehangoló volt. De ugye most akkor átugrottunk egy pár évet, vagy egy évet. Mikor mi kint voltunk, tehát letarolták az egészet, nem találtam meg azt a képet, amelyiket erre szántam, hogy bemutassuk, de ezt már legyalulták, és jobb oldalon, ezen a jobb oldali részen, ha jól emlékszem, 8 vagy 10 darab betonoszlop állt. Ekkor már állt ezek az oszlopok. Ezek később is, ugye a feszítőállomás ott volt, ott van, aki most kint volt, most tavaly és tavaly előtt a Ecofesten, az láthatta. Na, mi abból az egész szerkezetből csak a betonoszlopokat láttuk. Deák Viktor kollégánk még föl is ugrott, vagy barátom föl is ugrott az egyikre, és lefényképeztük, hogy legalább valami élménye legyen, vagy élményünk legyen ebből az időből. Körülbelül 300-an, 350-en voltunk akkor ezen a rendezvényen, ezen az Ecofesten, és busszal vittek ki bennünket, a Belurusszállóba laktunk akkor is, mint most, azóta többször, és kimentünk, és hát fogadott bennünket egy ilyen eléggé felhangoló terület, és kerestük a Anatol Junickit. Ugye akkor képen láttuk, akkor még nem láttuk, nem is találkoztunk vele, és egyszer csak jött egy ilyen pufidzsek is,
farmer nadrágos, gumicsizmás ember, és mondta, hogy én vagyok Anatóli Junicki. Páran az oroszok közül, vagy beloruszok közül megismerték, és ott elkezdte nekünk mesélni, hogy mi fog itt pár éven felépülni. Akkori tolmácsunk elmondta, hogy itt jobb oldalon, ugye, amit mutattuk, hogy, vagyis szóba elmondtam, hogy mi volt. Itt fog lenni a merevállvány, itt középpen fog a kicsit, tehát akkor még azt se értettük, hogy mit mond. Csak az, hogy ami üzletbe akkor beléptünk, és információt kaptunk, azt a Junicki úr szájából hallottuk, hogy, és el is hittük neki. Délután ez a 300-350 embernek tartott egy nagyon motivációs napot, és gyakorlatilag ott a szemünk előtt láttuk az egész Skyway-t, az egész Ecotechnoparkot, azt a 6-7, most már 8 olyan szerkezetet, ami azóta már működik. Na, itt van ez a kép, amikor még ugye még csak terv volt az Ecotechnopark, akkor nálunk is ez a kép volt egy katalógusba, akkor még csak fantáziáltunk róla, illetve a Junicki úrnak a Junicki úr videóiban hallgattuk, hallottuk a prezentációkon. Ezek a mai kézzel fogható technikai megoldások, amik azóta is már működnek, ez még csak egy megrajzolt állapotban voltak. De elhittük neki, mert olyan lelkesedéssel és olyan múlttal mesélte ezt, mondta el nekünk, hogy ezt mindenki elhitte. Aztán ugye közben utána olvastunk a prezentációkon, tájékoztatókon, megtudtuk, illetve tudatosult bennünk, hogy Junicki úr már 30-40 éve ezzel foglalkozik, aztán csatlakozott hozzá 1, 2, 10, most már több, mint 100 vagy 1000 olyan műszaki kollega, akivel már a projekteket is elkezdték építeni. Most 15-ben, amikor megkaptuk a területet, akkor ezt, amit Junicki úr a kezébe tart, ezt a kapszulát tették be oda a null pontra, ahol aki kint volt, az láthatta, és meg tudja fogni, vagy meg szokta fogni, oda arra a helyre, hogy később, amikor ezt kivesszük, majd 10 vagy 20 év múlva, vagy 50 év múlva, akkor lássuk, hogy milyen tervekkel, milyen ötletekkel, meg milyen paraméterekkel indultunk annak idején. Ez a kép, ez a slide, ez a feszítő állomás, amit mondtam nektek, jobb oldalon még csak az oszlopok voltak, de a feszítő állomás akkor még nem volt, hanem később épült fel, és Junicki úr ott is személyesen irányította ennek az első állványnak az építését. Ez az első tervező iroda, azóta ez már a régi, vagyis hát ezt még mindig használjuk, és a részleg egyik fele még itt dolgozik, ezt a helyet béreljük, de azóta már saját tulajdonú irodaházunk van, és ezt is használjuk. Akit itt láttok kopasz hajjal, ez Rothuknak hívják. Ő a dél-ausztrál közlekedési miniszter volt, és ennek a Skyway technológiának és Junicki úrnak nagy hódolója, csodálója, és segítője az kezdeti lépéseket, amelyik a nemzetközi világba elindult Rothuk volt, aki segítette. Aki mellette van, fiatalember, biztos ismeritek, Viktor, ő volt a Junicki úrnak az egyik kollégája. Igen, na megvan ez a kép, közben úgy látszik a Csaba megtalálta. Köszönet Sebestyén Csabának, hogy segítette összeállítani ezt a prezentációt, mert én megmondom őszintén 6 óra pár perckor értem haza. Sajnos csúsztam a rossz idő miatt 2 órát, és később tudtam elindulni. No, ez a kép fogadott bennünket 2016 áprilisában, amikor kim volt ez a lelkes 8 magyar.
és itt a második betonoszlopon lógott a mi Viktorunk, a Deák Viktor, és ott fényképezkedtünk. Hogy milyen izgalmas volt az útunk akkor, 2016-ban, ugye béreltünk egy autót, és elindultunk, 21 óra alatt értünk Budapestről Belorussziába, 4 órát kellett a határon várni, vízunk kellett, a határon 2 óra várakozás után tértünk, vagy engedtek át, és végül is bejutottunk. Aztán mi ugye, mivel volt saját buszunk, mi ezerre akkor is a belorusz szállóba szálltunk meg, és onnan a mi kis buszunkkal mentünk ki a területre. Igen. Hadd mondjam ennek az élményét is el visszafelé, hogy mikor harmadik nap indultunk vissza, akkor a határon ugyanúgy várakoztattak bennünket, és sajnos, és ez örök életben élmény marad, kérték a biztosítást, és ugye megvolt a biztosítási csekk, megvolt minden, csak a zöld kártya nem. És ugye a tulajdonos, akitől béreltük, az azt mondta, hogy ez megvan minden. Na és kiderült, hogy ez a zöld kártyát nem adta oda, illetve nem kérte a biztosítótól. És utána hiába kérte le és küldte el SMS-be vagy e-mailbe, mutattuk a kollégáknak, és nem engedt, mert félreállítottak bennünket. Engem akkor, mert én voltam éppen a sofőr, engem akkor gyorsan bíróság elé állítottak, és megbüntettek 200 euróra, amit nagy nehezen aztán összeszedtük. Na jó, ez csak egy kis történet ebből az időből, de erről a momentumról biztos, hogy emlékezni fogok rá, meg az, hogy kimentünk, és a vízión kívül, amit a Junicki úr nyújtott nekünk, gyakorlatilag ez a kép tárul elénk. Akkor este, ja igen, és itt van jobb oldalon az a feszítő állomás, amit a Junicki úrék elkezdtek építeni, és a kettő szlájddal följebb van. Bal oldalon látjátok azokat a vizes pocsolyákat, ami távolabb is, tehát ezt fel kellett tölteni, fel kellett törni, át kellett úgy dolgozni, tehát egy olyan területet kaptunk, amin aztán a kollégák, a belorusz kollégák heteket, hónapokat dolgozhattak, hogy ez egy olyan bemutató parká varázsoljanak, ami mindenkit elvarázsol. Igen, ez egy téli felvétel akkoriban, tehát ilyen volt, aki, ez a nagy történet, egy kicsit visszamegyek. No, akkor, mikor kint voltunk, akkor 2-4-6-unkat meghívott Junicki úr az irodába, ott, ahol a rotukka voltak, a saját irodájába, és körülbelül 2 órán keresztül elmondta a Skyway-nak a történetet, ő, hogy hogyan indította ezt el, hogyan csatlakoztak hozzá a kollégák, miért jobb ez a technológia a többi magasvasúthoz, magasvasúttal összehasonlítani, sőt, egy olyan elemzést mutatott nekünk, amit a Hyperloop és a Skyway között hozta össze a paramétereket, és ott elmondta nekünk, és ezt kevesen hallották, én nagyon örülök annak, hogy személyesen akkor találkozhattam vele, akkor ugye már másodszor, aznap, addig egy az alatt a hónapokig se hogyan, akkor már másodszor találkoztam, és a kevesek egyike lehettem, akik személyesen is hallották, hogy a történetet, hogy ez a projekt honnan indult, hol volt a nullpont. Igen, és akkor elmesélte, hogy az Elon Musk-kal is találkozott többször, megnézte, hogy hogyan fejlesztik a Hyperloopot, és elmesélte nekik, hogy hát mi ez 78-ban, vagy nem is tudom mikor, 80-ban, mi már elkezdtük készíteni, elkezdtük tervezni, csak aztán beigazolódott, vagy azzal jöttünk szembe, hogy ezt a technológiát, ezt a Hyperloop-hez hasonló technológiát nem lehet elindítani. Azért, mert ugye mágneses térben nem volt
ha jól emlékszem, azt mondta, hogy nem volt stabil mágneses mező. Aztán, hogy a kapszula elmegy, azonnal jég keletkezik, és azt azonnal ugye le kell olvasztani, mert a következő kapszula akkor balesetet okoz. És két olyan probléma, amelyik miatt, amire nem találták a megoldást, ezért abba is hagyták. És akkor tértek rá, vagy tért rá erre a feszített húrra, amire tudjátok mi az összetétele, amit azóta is csodálnak, illetve ebben az évben hallottam olyan nemzetközi visszajelzést, hogy nagyon jó az KV technológia, nagyon jó az a úgynevezett magasvasút, de ami ebbe egy borzasztóan jó fejlesztés, ez pedig a húr, amit ugye mindenki tudja, hogy ilyen pászmákat tekernek össze, méretezik, ugye, hogy miért akarunk csinálni, azt beteszik egy ilyen tartóba, speciális betonnal kitöltik. De hát ezt nem akarom nektek elmondani, mert gondolom ezt mindenki ismeri. Hogy mi a történet? Tehát végül is abba az időbe tértek át erre a technológiára, erre a hordozóra, és akkor kezdték a kabinokat is kifejleszteni. És ott mondta a Juniszki úr, hogy ugye már megvolt a kabinterv, megvolt minden, és akkor a kerekekkel kísérleteztek, hogy ilyen kerék, olyan kerék, üreges betét, minden, és azt mondta, hogy akkor bemutatta a professzorának, aki végigkísérte az ő útját, és azt mondta, hogy Anatoli, térjetek át az egyszerű acélkerékre. No, és ebből a tanácsból, vagy útbaigazításból lett aztán a Skyway-nak ez az acélkereke, amit azóta tökéletisítettek, újítottak, de végül is az ugyanaz az acélkerék. Na visszatérve akkor 2016, bődületes gyorsasággal csatlakoztak a kollégák, mivel ugye, hogy egy ilyen üzletet elindítsunk, kell egy kis money, kell egy kis pénz. És ezt mi kezdtük el. Mi is először első időben kevesebbeket mertünk, megkóstoltuk. Aztán, amikor közelebb értünk az üzlethez, közelebb értünk a Skyway technológia megismeréséhez, egyre több pénzt mertem én is személyesen berakni, amikor már láttam, fogtam, majdnem, hogy haraptam ezt a rendszert, akkor már merészebben, illetve merészebben kimertem állni én is, elmondtam a tapasztalatait, amit is mondták, hogy akinek ez tetszik, akkor ott kell regisztrálni. Én úgy gondolom, hogy a mai napig, és a múlt héten is volt egy kollega, vagy kollega, most már kollega, igen, akinek 2 éve elküldtem a reflinkemet, mert mondta, hogy hú, hát ez nagyon, meg aztán minden, és aztán eltűnt. És a múlt héten látom, nézem, valami miatt bementem az irodámba, nézem, és nézem, hogy egyet több van, egyet több regisztrátor CO van, és ez a srác, ez most 2 év után regisztrált be, és most pontosan nem tudom, milyen csomagot, de végül is csatlakozott, de meg fogom tőle kérdezni, most ha lesz időm, holnap is úton leszek, de ilyenkor szoktam telefonálni, majd felhívom, hogy miért vagy milyen okból most csatlakozott. És még egyet, a múlt évben volt egy kollégám, akivel egy másik üzletben dolgoztunk, és ő is 1 évig rágódott rajta, 1 évig rágódott, és mikor leesett nála a telefonfülke, akkor fölhívott, hogy te, Laci, beregisztráltam már, de nem lehetne az 1 évvel ezelőtti diszkontot? Öreg, hát ha 6 órakor indul a vonat Veszprémből Budapestre, és te 11 órakor mész ki, hogyan érette utol? Sehol. Már a visszafelé vonat jön. Tehát ő is azt mondta, hogy hitetlen volt önmagába. Nem hitt önmagának, és látta, hogy kint vagyunk az Innotranszon. Igen, ez a következő nagy lépés, ami az egész technológiában és az egész nemzetközi megismerésben ez egy nagyon nagy lépés volt. És ott, amikor a Juniszki úrral ott az irodában mesélt nekünk, a végén közölte azt velünk, hogy ősszel
az Innotranson, tehát a 2016-os Innotranson kint leszünk. És azt bevallotta, hogy ő nem akarja kiengedni, meg nem akarta kiengedni a technológiát, mert nem, azt mondja, nem vagyunk felkészülve annyira, mármint a háttér, a tesztelések, egy az, hogy a bemutatás sem volt, mert ugye még csak gyerekcipőben vagy gyerekoszlopokon állt az egész, a gyártás meg egyáltalán. Tehát nem volt semmi csarnokunk. Tervben már volt meg bérelni, béreltünk már, de még nem volt az, hogy egy ilyen robbanást, ami később kiderült, hogy 2016 szeptemberi Innotrans egy olyan robbanás volt, amit a mai napig a háttérnek a felépítésével csak úgy próbálunk utána tolni. Tehát akkor elmondta, hogy innen az Innotranstról fölhívták többször is, és a Siemens mellett egy 75 négyzetméteres területet kaptunk ingyen, ha jól emlékszem, a 42-es csarnokba vagy helyen voltunk kint, és egy 75 négyzetméteres területen voltunk, illetve az a bejárattól egy ilyen bevezető helyen volt egy ilyen fogadó csapat, ha jól emlékszem, az Irinának a férje volt ott, illetve pultunk, meg ilyenek volt. Tehát ezen hirtelen ezeken a két helyen voltunk kint. És akkor kísérleti szakaszban volt, vagy építésben volt a Unibike, meg egy Unibus, egy négy személyes Unibus, ha jól emlékszem, az volt. Tehát Unibike az igen. Ez a két kabinunk volt kész, illetve éjjel-nappal dolgoztak, hogy szeptemberre meglegyen, és ezt a kettőt állították ki, egy motort, egy kerékmotort, amit tudjátok, egy kerékmotor, amit szintén Unitszkül és csapata fejlesztett ki. Azóta hasonlók már voltak, de Unitszkül már akkor üzemképessé. Tehát 16 őszén ez már üzemképes volt. Sőt, a két bemutatott kabin, a Unibike is, meg a másik is, a Unibus vagy Unicar, most már a nevére nem emlékszem, de egy ilyen nagyobb, mindegyik üzemképes volt. Később, ja, és akkor nagy híre lett ennek a Skyway-nak, és képzeljétek el, hogy 600 négyzetméteren volt fölállítva a Siemens, mindenféle csillogó, villogó, meg TV, kivetítő, különböző szolgáltatásokkal, nagyon jó kaját szolgáltak föl, mert Varga Bálint kollégám aztán felfedezte, hogy nagyon jó kajájuk van, aztán mi ott kajáltunk délbe. Tehát amikor kijött valaki erre a bemutatóra, akkor azt látta, hogy ezen a kis helyen, a Skyway-nél ötösével, hatosával állnak sorba, hogy ide hozzánk bejöjjenek. Az akkori a Siemens alelnök az volt is nálunk, meglátogatott bennünket, és körülbelül egy órát beszélgetett a Viktorra meg Rothuckkal, és a Rothuck akkor ki is állt ott mellettünk, illetve segítette a nemzetközi bemutatkozást. Tehát oda akkor 10 óra után, 11 órakor nem lehetett a mi kiállító helyünkre bemenni, sorba kellett állni. És azt mondták, hogy a 2200 kiállítási közül, és kapaszkodjatok meg, akkor a 2200 kiállítás közül egyetlen egy olyan innovatív fejlesztés volt, és ez a Skyway. Ezt este, mikor volt egy ilyen összefoglaló és egy kis ilyen vacsora, akkor Rothuck mondta el, hogy ezt vagy mondták neki, vagy kapott egy ilyen statisztikát. Tehát mi voltunk az, a Skyway, amelyik feketén-fehéren bemutatkozott, és feketén-fehéren kiderült, hogy hozzá hasonló nem volt. Voltak ott 80 tonnás
mozdony, tudjátok, hogy az kávé egy kötött pályás közlekedési eszköz. Tehát ez olyan, mint a vonat, a villamos, a trolibusz, az is az. Lehet sífelvonó, a fogoskerekű, mert biztos, hogy tudtok még több olyan dolgot mondani, ami ebbe a kategóriába tartozik, de akkor és azóta is hozzá hasonlót nem építettek. Csináltak, vagy volt előtte már a mágneses vasút, meg a nem tudom mi, Németországban is van egy hasonló, egy 10-20 kilométeres szakasszal, vagy mágneses vasút a kínaiaknál, a japánoknál, a franciáknál. Tehát van ebbe a kategóriába már előtte is meglévő, és azóta is egyik-másik még mindig működik, de ilyen költséghatékony eszközt egyik sem volt. Hogy ilyen olcsó, az meg egyáltalán nem, mert ha jól emlékszem, a Siemens fejlesztett ki 6 milliárd dollárért egy ilyen mágneses utat, és egyetlen egy eladásuk volt, ami 2 milliárdért. A miénk nagyságrendekkel kevesebbe kerül, ennek a felépítése, létrehozása, mint bármelyik. Sőt, amióta ugye már vannak konkrét adataink, kiderült, hogy bármelyik közlekedési eszköznél ez sokkal hatékonyabb. És nem utolsó sorban pedig környezetbarát. Ugye az, hogy villamos motorral, villanymotorral közlekedik, hogy nem a földön, nem betonozzuk ki, hanem maximum egy-egy négyzetméteren van ezeknek az oszlopoknak, amit elfoglalnak a földterületből. Aztán, ha összenézzük a vasúttal, ugye akkor a vasutat felhozzuk ide, és több száz, szerintem több ezer négyzetméter Magyarországon is van, ha kiváltanánk. Visszaadhatnánk a természetnek, visszaadhatnánk a mezőgazdaságnak, és tudnánk rajta művelni. Csak már ha nem művelnénk, csak fűvel bevetnénk és virággal, és fölötte egy 5-10 méterrel pedig menne az kávé, már egy nagyon-nagyon környezetbarát és egy nagyon CO2 visszafogás lenne. És ne higgyétek, hogy ez utópia, mert ti is látjátok, illetve sokan látjuk azt, hogy hol tart a Skyway és hova fog menni. Na, nem akarok előre ugrani. Tehát ez a kezdeti időszak, ez a merevállványnak az egyik oszlopa, amit az első időszakba raktak. Igen, ez az. Na, ez amit mi 16-ban láttunk, ez még nem volt. A betonoszlopok itt már ki tudják használni, mert rakják rá a merev rácsot. Igen, itt jól látható a feszítőállvány, a feszítő épület is ott áll. Na, és az első feszítő állomásnak az alján pedig van egy múzeum, és ebbe akik kint voltak, azok élőben látták, akik meg nem, azok videón vagy pedig a bemutatókon látták, hogy az első 400 vagy 600 olyan befektető, vagy akik investíciót tettek be, tehát segítették ennek a projektnek az elindulását, azoknak a neve ABC sorrendben ott van. Tehát ha kijuttok, akkor mindenképpen nézzétek meg, mert nagyon sok magyar, nagyon sok olyan, akik általunk, velünk együtt ebbe részlet. Na, tehát ez a feszítő állomás, amelyikről az idén is, tavaly is, illetve tavaly előtt még nem, tehát 17-ben még csak ezen futott a Unibike, és nézhettük. Ja, nem ezen futott, hanem ezen az egyesen. Ne ragudjatok, mert 16, 17, 18, 19, negyedik éve foglalkozunk vele. Az első időszakban bődületes gyorsan jöttek az információk, ugye amikor a semmiből egyszer csak kiemelkedtek ezek a tartók, kiemelkedtek ezek a hordozó szerkezetek, a Unibike, a Unibus, a Unicar, a teherszállító. Tehát én személy szerint már csak pillázok, hogy mennyi minden van, ami abba az időbe kialakult. Most nem azt mondom, hogy mostanában nem, csak ezek, ugye kellett ez a 2-3 év,
hogy a tervasztalról kikerüljön az Ecofest, a Ecotechno Parkba, és ott elkezdjen mozogni. Ugye a fordítópálya is 2 év után készült el. Itt tudtuk az Ecofest. Igen, ha jól nézem, ez a 17-es vagy a 18-as Ecofestnek a felvétele. Innotrans. Ez a híres neves Innotrans, amiről meséltem, 16-ba volt. Na és akkor, és igaza lett a Juniszki úrnak 16-ba, mert a kiállítás után és a kiállítás alatt is miniszterek, szakemberek egymásnak adták a kilincset, a kézzelőbb kilincset, hogy megismerjék a Skyway-t, megnézzék, hogy mi ez. Egy jó páran azért jöttek oda, mert tömeg, ilyen tömeg összesen, az előbb mondtam, hogy a Siemens az 600 négyzetméteren állított ki, meg 75-ön, tőlük kaptuk, ugye ezt a kiállítás szervezők úgy meg tudták bulizni, hogy megkapjuk. Tehát a mi kis kiállítás standunk előtt több látogató volt, mint a Siemensnél összesen. És ez szerintem az érdeklődése fokának egy nagyon jó száma. És a másik Innotrans, azt hiszem ez már itt van, igen, és a picit térjünk vissza a Ecotechno parkra. Ugye itt mindegyik szerkezetünket ki tudtuk próbálni, egyetlen egyet nem, ez pedig a gyors közlekedés, a High Speed Unibus U4-362. Csak azért tudom, mert oda ki van írva, és ezt 18 őszén, szeptemberében a berlini Innotrans kiállításon bemutattuk. Szintén egy olyan visszhangja lett ennek, ami, hogy ezek a Skyway-esek már megint mit találtak ki. Ugye ezt más szlogennel mások szokták használni, de ez igaz. Sajnos, igen, Horváth Gergely azt mondja, hogy igen, velük voltunk kín, illetve nagyon sokan voltunk akkor már kín. Sokan voltak a magyar, illetve a mi csoportunkból, ugye itt a Jugoszlávia országai, vagyis a Magyar Királyi Birodalom volt országai, aztán Ausztria, Olaszország, német barátaink, a Rozival, az Élen, vagy a többiek Ukrajnából, vagy Oroszországból. Addigra már sok-sok száz olyan befektetővel, műszaki emberrel megismerkedtünk, illetve együtt dolgoztunk a háttérbe, hogy Junicki úr és a műszaki csapata ezt a technológiát sikerre vigye. Igen, ehhez kellettetek ti, mi, és kellettek azok a szakemberek, akik összerakták a forintjaikat, összerakták a tudásukat, összerakták magát, ezt a szerkezetet, és hogy nem tudtuk kipróbálni Belorussziába. Nem. Sajnos, nem sajnos, hanem kaptunk egy területet, egy mocsaras területet, amivel ki lehetett volna építeni. De mivel akkor már a Skyway-nek nagyon jó híre volt. És tudjátok, amikor egy üzlet, egy új dolognak, új dolog sikeres lesz, nagyon sok rajongója lett, és nagyon sok irigye. És én azt a verziót tudom, és ezt több helyről hallottam, hogy azért nem tudtuk megépíteni Mária Gorkába ezt a tesztpályát, ennek a 500 kilométeres sebessége közlekedő Unibusznak a tesztpályáját, mert nem kaptunk rá engedélyt. Tehát mondom, tudomásom szerint, és ezt több embertől hallottam, hogy az a terület egy természetvédelmi terület, és ezért nem kapta meg. Tehát a területet megkaptuk, de az engedélyt nem kaptuk meg, hogy ezt a szerkezetet ott kipróbáljuk. Ugye azóta bebizonyosodott már, és műszaki egyetemek, szakemberek, bloggerek, akik ellenünk voltak,
Érdekes, amikor már nemzetközi sikereink vannak, voltak és most is vannak, egyre több fordul, hozzánk fordulnak, vagy mellénk állnak. És keményen támadtak bennünket, személy szerint akik ezzel foglalkoztak a finanszírozással, akkor a Junicki úrékkal is sokan támadták. De aztán az idő behozta, hogy igazándiból ez működik. Ez a technológia működik. Átugranám ezt az időszakot, mert ugye itt sok minden történt, ezeket folyamatosan visszatudjátok a hírekbe olvasni, akár a KB Kapitál, vagyis hát a saját oldalatoknak a hírcsatornáján, vagy az RSV-nek a hírcsatornáján, a Junicki úrnak a hírcsatornáján. Visszatudjátok, mert rengeteg videó, rengeteg prezentáció. No és ugye, ha visszaugrunk 2016-ra, hogy akkor egy prospektus abból nézett ki, hogy a megszerkesztett látványterveket bemutattuk, illetve a Junicki úrék által közreadott mérnöki számításokat összehasonlították, tehát a Skyway-t összehasonlították a hagyományos vasúttal, a hidakkal, ugye mert ebből a technológiából, ebből a feszítettből hidat is lehet építeni. És ugye az elején mondtam, hogy beindultunk nagyon, Magyarországon, Veszprémbe is terveztünk mi egy hidat, de sajnos egy az, hogy pártunk és kormányunk ezt nem támogatta, tehát nem ellenezte, nem támogatta, de nem tudtuk elkezdeni. Ennek több oka is van, de egy oka nincs, tehát az, hogy ebből a technológiából meg lehetett volna sokkal jobban építeni, sokkal olcsóbban és sokkal biztosabban. De még nem tettünk le erről a tervről, vagy személy szerint én nem. Most volt a választás, nem lehetett a polgármesteri hivatallal beszélni, de hál' Istennek ugyanazokat választották meg, úgyhogy majd jövőre elkezdek velük újra tárgyalni. Miért mondom, hogy nem az idén, hanem jövőre, nem a karácsony miatt, mert nem csak a választások miatt, hanem. És egy nagyon jó dolog jött közbe. Az Egyesült Arab Emírség vezetése, illetve az emír és a vezető emberek a régebben már megismert Skyway technológiára letették a voksukat. Sargán mellett kaptunk egy földterületet, ahol a mai napig már működő, illetve tesztüzemben működő kabinok vannak, kettőről tudok, de lehet, hogy több is van. Igen, Tóth névé, Vivi. Igen. Akkor hadd olvassam fel, mert ez jogos, csak most össze-vissza kattingatok itt. Várjatok. Vissza, ez a Juniszki úr. Azt mondja, Vivi írta, hogy a hírekből a cég által megosztott információt tudjuk, kedves Attilának írta, de ez nektek is szól. Az emírségekben az egyik területet azért kaptuk meg, hogy ott felépüljük többek között az 500 kilométeres per órás teszt szakasz. Köszönöm szépen, Vivi, magamévá teszem ezt a mondatot. Tehát ez is az oka. Nem is ez az oka volt, ez csak egy lehetőség volt, hogy ki tudjuk próbálni, és ha jól tudom, már folyik ennek a tesztpályának, vagy ennek a pályának a tesztelése. És ez a Sargani, aminek a pontos méretét nem tudjuk, de ha ez az Egyesült Arab Emírségekben szépen elterjed, akkor ez egy több milliárd, illetve több 10 milliárd értékű projekt lesz. De ami még érdekes, igen, ez a földterület.
Igen, itt a dubái, igen, ez a kabin már az RTA, tehát az Egyesült Arab Emírség közlekedési hatóságának az engedélyével ellátott kabin, és ott szembe a korona herceg van, aki a mi projektünknek, a Skyway-nek egy nagyon nagy támogatója. Ha jól tudom, doktori és nem tudom milyen tudományos fokozattal ellátott emír, vagy sejk, de az okosabbak közé tartozik. Igen, ide a sivatagba ugye kétféle dolgot kellett, vagy többféle dolgot kellett fejleszteni annak ellenére, hogy mint látjátok már a Ecotechno Parkba minden fölépült, vagy minden teszt fölépült, amit a tervezőasztalon kiszámoltak, illetve a laborokban kimértek, és itt felépítették és próbálták. Tehát ezt a hordozó szerkezetet, amelyiknek a felső része íves, ezt az Arab Emírségbe kérték, és ezt ugye először itt építették, meg kipróbálták, vagy kipróbáltuk, ugye mivel mi is résztulajdonosok vagyunk, kipróbáltuk, és ez épült már ki a sivatagba. A másik, amivel módosítani kellett, ugye mivel ez a sivatagos terület eléggé hektikus időjárással rendelkezik, tehát nagyon meleg, tehát ilyen 40-50 fok, és este pedig, vagy éjszaka pedig nagyon hideg. Habár a hideghez hozzá volt igazítva, ugye, mert a Szovjetunió, bocsánat, az orosz, belorusz térségbe azért vannak mínusz, tehát negatív arányba szélsőséges időjárások, de az, hogy itt 50-60-70 fokba és savas esőnek ellenálljon, ezt külön kellett kifejleszteni, ennek a külső borítását, a motorkerekeket kellett befedni, vagy olyan anyagból készíteni, illetve az, hogy az ottani igényekből egy kicsit exkluzívabbra a belsejét, és még mit kellett? Mit kellett? És még kellett bele klímát is rakni. Mindegyikben dupla klíma van. Az, hogy most milyen képernyők vannak, kijelzők vannak, az nem is részletezem. Azért nem is megyek ebbe bele. Igen, itt Steven Seagal az Ecotechno Parkba. Most visszamegyünk egy picit az Egyesült Arab Emírségbe. Itt történt azért még egy nagyon fontos esemény, több is történt, és tényleg olvassátok el. Nem akarok benneteket untatni. De itt történt egy olyan esemény, hogy Dubajban, mint tudjátok, Dubajban 2020. októberében lesz az Expo. Az Expo egy olyan nemzetközi kiállítás, amelyre több millió vagy több tízmillió ember, nem csak sima állampolgár, hanem szakemberek, minisztériumok, uralkodók és kormányfők vesznek részt. Ide Dubajba, ugye mivel Dubaj kapta meg a lehetőséget, hogy ők szervezzék, tervezzék az expót, ide körülbelül 25 millió ember várnak. És az emírnek a döntése, és gondolom, hogy a szakembereknek a döntése is az volt, hogy Dubajnak a belvárosába egy 15 kilométeres szakaszt a Skyway technológia fogja a közlekedést lebonyolítani. Ez 21 állomás, de ti biztosan tudjátok ezt a részleteket. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt meg kell építenünk, hogy azon ez a 25 millió embernek, csak vegyük azt, hogy a 10%-a, 2,5 millió ember 10 nap alatt utazik ezzel, 2,5 millió ember, vagy szakember megismeri nem csak a tévéből, nem csak videóról, nem csak prospektusból, nem csak egy beszámolóból, hanem azon közlekedni is fog. Gyerekek, ez akkora robbanás lesz, akkora robbanás, hogy bődületes, higgyétek el. És Varga Bálint barátommal, ugye, és kollégámmal, és a többi csapattagokkal azt terveztük, hogy az idén kimegyünk, megnézzük, hogy megy az építkezés. De mivel bizonyos
földrajzi okok miatt, vagy ilyen sivatagi okok miatt csúszott ez az indulás, és nem tudtuk megnézni. Ezért úgy döntöttünk, hogy 2020 októberében szervezünk egy, ha jól emlékszem, 8 vagy 10 napos kirándulást Ara térségre, és a kiállításra, tehát az expóra is bemegyünk, illetve aki velünk tart, vagy eljön, nem muszáj velünk tartani, eljön, erre gyertek el. Tehát ha most összekezdetik rakni, és naponta 1000 forintot összeraksz, akkor jövő októberébe ki tudsz jönni, mert nem milliókba kerül az út. Wizz Air megy már Budapest és Dubaj között. Szállást is lehet még most olcsón keresni, szerezni. Bálint barátom már szervezi ezt az utat. Mi szintén két-három fővárosból indulunk, Zágráb, Belgrád, Budapest, Bécsből is lesz. Egy ilyen szervezet, hogy szintén kirakjuk a linket, és erre az Ecofestre tudjátok, hogy mindig szoktuk mondani jóval előre, hogy abban a pillanatban, hogy tudjuk a helyet, a repülőjegyet vegyétek meg, mert ha nem veszed meg, de olyan élménytől maradsz el, gyerekek, akkor nyugdíjig, ha már mostanában nem kapunk nyugdíjat, de 10 évig ilyen felforgató esemény nem lesz jó értelemben. Tehát gyűjtsetek, gyertek el, mert ott személyesen, nem csak az Ecotechnoparkban, hanem itt, és majd nézzétek meg azoknak az embereknek az arcát, amikor beül, és ott fog közlekedni Dubaj belvárosába. Én azt gondolom, hogy oda sok, sok kabint kell vinni, meg sorba kell állnunk, mert annyi embert ezzel le lehet kezelni. Tehát okosan is, tehát ehhez azért nagy szervezés, mérnöki munka kell, de meg lehet építeni, vagy meg lehet szervezni, hogy ezeket lekezelje. Igen, kik jönnek el az Ecotechnopark parkba? Már gyakorlatilag minden is. Olyan emberek jönnek el, akike meghallották is, és kíváncsiak voltak. Steven Seagal volt az egyik, én nagyon szerettem a filmjét, illetve nagyon szerettem a mai napig is, és örülök neki, hogy ő is eljött, ő is ugye utánolvasott, nézte videón, de amikor elnézést kérek, ott volt, ő is rácsodálkozott, hogy jé. Igen, mi is, mikor 2017 vagy 18-ban Sebestyén Csabával kint voltunk, és akkor egy ilyen tesztet futottunk. Épp, kivel is? Na, Nagy Esda Koserovával, igen. És akkor a menetstabilizátor nem volt bekapcsolva, akkor azt tesztelték, és akkor mentünk vele egy kör. Gyerekek, én akkor már több éve ismertem ezt, több éve voltam, álltam benn, ültem benn, tekergettem, nyomkodtam, simogattam, néztem, de ott, amikor mentem vele, megmondom őszintén, bizsergett még a talpam is. És azok, és most egy tízes dobjanak be, akik kint voltak az Ecotechnoparkba, az Ecofesten, vagy különben is bejutottak valahogyan, és mostanában egyre könnyebb, és ültek fönt ezen valamelyik szerkezeten, milyen érzés ezzel közlekedni. És majd ott Dubajba, ha elindul, és ott éjjel-nappal menni fog, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ehhez mi is adtunk egy kicsit, ehhez mi is adtunk egy ilyen picikét, hogy menni tudjon, és nézd meg, megy. Tehát Steven Seagal volt szintén az. Ez a kép, ezt mostanában biztos láttátok. Ez a mostani állapot, ez a 2016-os, illetve a 15-össel köszönő viszonyban nincsen. Jobb oldalon vannak a gyümölcsfáink. Az enyém az kétszer ültetett, mert egyszer elszáradt, de mire kimentem rá egy évre, addigra újra ültettek, és már alma is volt rajta, ahogy azt hiszem a Viktor barátom mondta. Most már komoly tesztpályák vannak, komoly szakemberek dolgoznak
az üzembehelyezési procedúrán, azon, hogy ez Európába is közlekedni tudjon. Igen, ez a híd, ez az, amit mi Veszprémbe terveztünk, ez ami megvalósítható, és igen, visszatérve, hogy miért nem sietek vele, és miért nem is, hogy visszafogom a kollégákat, hanem ha belegondoltok most ott az Egyesült Arab Emírségbe, amit elkezdtünk építeni, mi, mint Skyways-ek, teljesen leveszi a kapacitásunkat. Sőt, szerintem ez túlmutat azon, hogy a mostani kapacitásunkat, mert ha kétszer-ötször ennyi lenne az építési, tesztelési szakembereinknek a létszáma, még azokat is felszívna. És ugye ebből adódik, hogy fizikálisan utol kell érni magunkat. Tehát akkora kihívás ez vagy akkora lépés üzletileg is ez az Egyesült Arab Emírségi projekt, hogy kapaszkodnunk kell. És a többi projekt az egy kicsit csúszik, és nem is baj. Én azt mondom, hogy nem baj. Mert ha jövő októberben kimegyünk, és 5000 videó fönt lesz a YouTube-on, meg a Facebook-on, meg a Twitteren, meg minden, hogy nézd meg, 5000, szerintem alábecsültem 500 000 videó, hogy a Skyway-el itt Dubajba utaztunk, éjjel-nappal. Ez megint egy olyan lökést ad, hogy szerintem megint csak egy nagyságrenddel kell lépnünk. És ezen gondolkodtam a mai napon is, hogy amíg más ilyen új fejlesztések 10-15-20 év kell hozzá, hogy az piacra jusson, ugye itt elindult 15-be, akkor még csak földterület. De igazándiból 16 elején indult, tehát 16-ba, 17, 18 és 19-be már robbant, és 2020-ba pedig egy olyan megismerést kap a világba, amit senki nem. Ez 5 év. Emberek, 5 év. Nem 15-20 év, mire kezdik kapizsgálni. Például olyan, ennél sokkal egyszerűbb, bocsánat, nem egyszerűbb, másabb az Alibaba, vagy hogy hívják, az AliExpress. Tehát ez a internetes szolgáltató, vagy webshop. Ennek 10-15 év kellett, pedig erre csak agyalni kellett, meg programozni, meg szervezni, meg az egészet, de itt gyakorlatilag az alapanyaggyártástól az alapgyártásig, a tesztelésig, az építésig, az építés felmérésig, tehát mindent mi csinálunk, és ez én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb ezt a fizikális üzletet így felépíteni, mint mondjuk az Alibabát. Bocsánat, én tisztelem és becsülöm, és vevője vagyok, de ez egy másabb. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal nagyobb kihívás, hogy ez megvalósuljon, mert itt ugye azért nagyon sok olyan gátló tényező jött elő, amivel nem számoltak, nem gondoltak, és ezt közbe kell fejleszteni. Közbe. Amikor már építünk. Tehát nem startupozunk, hanem építünk, probléma, nem probléma, hanem feladat, és meg kell csinálni. Probléma, tudjátok, abból van, hogy van egy feladat, és nem akarom megoldani, akkor problémát csinálok belőle. Megoldom. Itt a háttérben megoldják. Be kell vallani, hogy egyre több ilyen feladat van, de már építünk. Nem csak tesztpályát építünk, hanem építünk. És az meg lesz. Én úgy gondolom, hogy a világon, és ez az én véleményem, ugye a Dubaj lesz egy nagyon nagy ugrás, egy nagyon nagy fázisa a technológia építésének, a Skyway technológia építésének. 2021 év lesz az, amikor már a kisebb projektek is
elindulhatnak. És azért mondtam, hogy jövőre, ha elkezdünk tárgyalni, a jövőre felmérjük, a jövőre összerakjuk annak a projektnek a pénzügyi részét, és ezen ugye a kapitálosok, a Skyway egyik része, tehát mindenki dolgozik arra, hogy amikor eljön majd az az idő, akkor mi is lépünk egyet. A mi kis projektünk is, bocsánat, kicsi projektünk is el fog indulni Magyarországon, Macedóniába, vagy a németeknél, vagy a Rozmariék, azt hiszem Lipcsébe gondolták ki, vagy kezdték el. De emberek, ez a projekt, ez nem az egyik napról a másikra épül fel. Ez tervezve. Most gondoljatok bele, gondoljatok most, és nézzetek utána, a vasút az mennyi idő után terjedt el a világba? Mennyi? Nem 5 év, nem 10 év. Mi 10 év múlva ott dübörgünk, és ezt Julius külön az elején megmondta. 10 éven belül a piaci, a közlekedés piacából szeretnénk egy falatot megcsípni, hogy mennyit lehet tervezni, de ha belehúzunk és segítjük az építést, akkor szerintem nagyon nagy százalékát. És itt azok, aki ebbe az üzletbe a pénzüket, hitüket beletették, majd akkor fogja megkapni ennek az eredményét. És a pici pénzéből akkor lesz az a pénz, amit majd visszakap. Ugye, igen, ez egy teszt, ez most nem tudom melyik, de lehet, hogy a... Igen. Ez a teherszállításnak a standard változata, ez biztos ismeritek, a merevpályán, illetve itt a visszafordítónál. Igen, augusztusban, akik kim voltak az Ecofesten, láthatták ezt a csodálatos szerkezetet, amelyik 500-600 kilométerrel tud közlekedni, vagyis fog közlekedni, de én jól tudom, akár ez 1000 fölött is tud. Közlekedési szakembereket kérdeztem, és hadd mondjam el, mert ez egy érdekes dolog, hogy ezek a szerkezeteknél azért a tervezőnél, a kivitelezőnél és aki ezt használni fogja, figyelembe kell venni egy olyan tényezőt, hogy az emberi szervezet mennyire befolyásolja, vagy tereli meg a gyorsulás például, vagy a lassulás. Ugye ez a gyorsulásnak a negatív változata. Most a gyorsulás az olyannak kell lenni, hogy aki magas vérnyomású, pacemakerje van, kopasz, de az nem. Tehát olyan egészségügyi problémákkal küzdő embereknek sem okozhat problémát az ezen való közlekedés. És ha én jól hallottam, és nem egy embertől hallottam, ez szakembertől hallottam, tehát az 500 kilométer, meg annak egy speciális gyorsulása, még akár az pacemakeresre, vagy az olyan kritikus úgy értelemben, hogy nem szabad terelni a szervezetet, olyan emberekkel is ráülhessenek, hogy ne okozzon nekik problémát. És ez az 500-600 kilométer egy tervezett gyorsulása, lassulása, még az a sebesség határ, amit meg lehet csinálni. Természetesen lehet 1000-rel, meg 2000-rel is menni, de annak mondjuk ez egy Budapest és Moszkva, ugye, mert mire felgyorsítom, olyan intenzitással, hogy az ne okozzon problémát, és lelassítom Moszkva előtt egy 100 kilométerrel, hogy ne okozzon, de ez most ki fog derülni, mert az Egyesült Arab Emírségben ezt ki fogják próbálni, illetve tesztelni fogják. Igen, látkép a mostani állapotról, ezeket ti is látjátok, öröm nézni. Öröm nézni, és most visszaforgatom, hogy itt egy harckocsi tankpálya volt, vagy ilyen tesztpálya volt, gyakorlópálya volt, és egy csodálatos. Hát aki ide kijön,
És aki ezt megnézi, meg fölül, annak tátva marad még az anyósa szája is. Bocsánat. Oké. Hát köszönöm szépen. Én ezt szerettem volna nektek elmondani, és ezzel szerettem volna zárni a 2019-es évet. A jövő év előttünk van, úgy gondolom, hogy érzékeltettem azt, hogy nincs itt vége, csak az évnek lesz vége december 31-én, 24-én karácsony, és ha addig nem találkoznánk, vagy nem tudnánk valamilyen formában kommunikálni, akkor mindenkinek kívánok boldog karácsonyt családotokkal együtt, kellemes szilvesztert, jó bulizást, és jövőre folytassuk, mert még nincs vége a finanszírozásnak, nincs vége a fejlesztésnek, nincs vége az építésnek, és ahogy mondtam, a projekteket is engedjétek el. Ez úgy gondolom nem csak az én véleményem, hanem a többieké is. Tehát ne engedjük el, ez egy nagyon jó üzlet, nagyon jó helyen vagyunk. És köszönet, hogy ez a csapat, akivel dolgozom már negyedik, jövőre már az ötödik éve, azokkal összeraktuk. Itt egy-két nevet már említettem, de azt hiszem, az a 20 ezer ember, aki a mi csoportunkban van, és az a 20 ezer ember, aki a mai napig is kiemelkedően magas százalékban finanszírozza a Skyway-t Európába, az elejétől a végéig, és még most is. És azt hiszem a cég részéről is egy köszönetet kell, hogy mondjanak nektek, akik ebben részt vettetek. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattatok. Fent lesz a YouTube-on, és fönt lesz a Skyway Hungary Facebook csoportjába. Sziasztok! Jó éjszakát mindenkinek!